A szokásos, általában végső kikiélezett, nagy rangadókra emlékeztető játék a kézilabda MB2 délnyugati csoportja klasszikusán a Kalocsa-Dunaföldvár találkozón a tavaszi idény mérkőzésén elmaradt. Bár az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, felváltva estek a gólok, és csupán egy gól volt a különbség a két csapat között, és még a hazai Kalocsa vezetett 14-13-ra. Szünet után szinte állva hagyta a vendégföldvári csapat riválisát. Sejmes kapus továbbra is bemutatott bravúros védéseket, vagy a belső középső védekezés semlegesítette a kalocsai átlövőket, s a megszerzett labdákból azonnal leindított a vendégcsapat. Feltűnő volt a keménységben, agresszivitásban megmutatkozó különbség a második félidőben a két csapat között, ami az eredményességben is gyorsan megmutatkozott. Vannak jó nagy termetű beállósok, de szépen takarni tudtuk őket, szépen tudtuk őket kitolni, és meg tudtuk előzni ezeket a játékokat, amit a Kalocsa diktált. A két csapat között megmutatkozó gyorsasági, hova tovább erőnlétbeli különbségeknek voltak objektív okai, miképpen a Kalocsa tavaszi visszaesésének is. Bizony meg is látszik az osztályban saját nevelésű játékosokkal is meghatározó Kalocsa idei szereplésén, a csapat leszorult a dobogóról. Látva ebben az osztályban is megjelenő félprofizmust, a jellemző komplex játékos vásárlást eretnek gondolatainak most is hangot adott. Én értetlenül állok azelőtt, hogy MB2-es osztályba mire föl kell komplett csapatokat igazolni, és ennek az MB2-es bajnokságnak arról kéne szólnia, hogy elsősorban a saját településéről kinövő, megtanított kézilabdázók játsszák, a saját közönségük, a rokonaik, a barátaik és a B-közepes szurkolóik előtt. A bajnokság megnyerése már nem az ő kezükben van. A listavezető Nagykanizsának pontot kell veszítenie ahhoz, hogy ők legyenek a bajnokok, ami nem valószínű. Ám nincs elkeseredettség a csapat házatáján. Minden épül, a csarnok is, a csapat is ugye egyre erősebb lesz, így évről évre egyre erősebb, a munka is egyre több, de igaz az igazság, hogy a munka nem hazudik, tehát hogy ez mint háttérmunkára, mint a csapaton belül, ez nagyon igaz, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen igen, megyünk előre.